Kedves testvérek, szeretett vendégek! Délután Isten tiszteletünk megkezdésére énekelni fogjuk a 11-es számú éneket. Atyánk, a te gyermekeid! Hála vallunk majd a Szent Színed előtt, és megköszönjük neked, hogy újból itt lehetünk a te Szent Házadban. Most különösképpen azért imádkozunk, hogy te légy velünk, jelenj meg közöttünk. Arra kérünk, hogy te nyisd meg a mi szíveinket, hogy befogadjuk az itt elhangzott ígét. Amen.
Szeretnék néhány mondatban elmesélni a CD létrejöttének történetét. Közel 2 éve született az ötlet a felvételekre, amire terv szerint nem ilyen körülmények között került volna sor. Vaszi bácsi, majd rövidesen édesapánk elvesztése megpecsételte a lemez témáját. In memoriam Kazán Vasilé, in memoriam Topor Vasilé. Kazán Vasilé 1952-ben született Marosvásárhelyen. Kisgyermek korától az élete része volt a zene. Hegedűn, brácsán és zongorán kezdett el tanulni, majd később a Kolozsvári Zeneakadémián végzett, ahol karmesterként szakosodott elismert tanárok körében. Szakmai tudását külföldön, valamint az Egyesült Államokban fejlesztette. 1990-ben nevezték ki a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa karmesterévé, valamint 1998 óta volt az Állami Filharmónia igazgatója. Topor Vasilé 1971-ben született, és Vajdaszentiványon nevelkedett. Zenei téren nem szakosodott, viszont annál lelkesebb volt. Mindenki tudja, édesapánk számára a trombitája ékszer volt. Nem vált meg tőle 14 éves korától, mióta tanulni kezdett játszani rajta. Ha zenéről került szó, trombitája mindenhova elkísérte. Istenfélő lelkülete arra késztette, hogy szívesen vállaljon bármilyen szolgálatot, amire megkérték. Legyen az trombita szóló, esküvői vagy temetési szolgálat, illetve hűségesen és szeretettel szolgált 17 évet a Promuzika Sacra zenekarban Vaszi bácsi vezénylése alatt, amely időszak jó barátokká kovácsolta őket. Közeli családi kapcsolatunk lehetőséget nyújtott arra, hogy megismerjük Vaszi bácsit, és megismerjük a zenét az ő szemszögéből. Vaszi bácsi számára a zene egy szent eszköz volt, amit Isten dicsőítésére fordított. Az ő tanácsára irattak be szüleink a zeneiskolába, ahol klarinéton és fuvolán kezdtünk el tanulni 2009-ben. Amellett, hogy édesapánk kiskorunk óta nagyon bátorított és tanított az egyházi zene iránti szeretetre, amint az iskolába hangszeren kezdtünk el tanulni, elmondhatjuk, hogy zenei fejlődésünket megbélyegezte Vaszi bácsi személyisége, türelme, alázata, tisztelete és szeretete a zene iránt és irántunk, valamint szakmai tanítása, amiben részesültünk, mint tagjai a Promuzika Sacra zenekarnak 2011-től. Az első zenedarabot 2012-ben hangszerelte számunkra, klarinétre és fuvolára. Minden zenedarab egyházi jellegű, és személyesen a mi zenei tudásunkra hangszerelt. Édesapánk és Vaszi bácsi csodálattal kísérték fejlődésünk, és elégtételt nyújtott számukra, hogy együtt a zene által dicsérhettük az Urat. Szolgálatuk számunkra példaértékű volt, ezért igyekszünk eleget tenni, és szívesen vállalunk az egyházban zenei szolgálatot. Együtt terveztük megörökíteni a számunkra írt zenedarabokat, de mindnyájunkat mélységesen megrendített a hír, hogy Vaszi bácsi 2020. októberében életét vesztette. Ezt követően tovább terveztük a CD létrehozását édesapánkkal, viszont családunk újabb tragédiával kellett szembenézzen, mikor szűk egy hónap elteltében elvesztettük őt is. Kevés azt mondani, hogy emlékezni fogunk rájuk. Inkább szívünkbe zárva tovább élnek bennünk, és szeretni fogjuk őket a halálunk napjáig. Vaszi bácsi szavaival szeretnénk zárni ezt a kis áttekintőt, amit kézzel írt minden feldolgozott zenedarab végére. Soli Deo Gloria. Egyedül Isteni a dicsőség. Amen.
Drága testvéreim, jelenlévők és azok, akik követnek bennünket a világhálón, hadd mondjam azt, hogy ezen a mai napon két emberre, egy zenei óriásra és a tiszta szívű emberség bajnokára emlékezünk ezekkel a zenékkel, és ezzel a CD-vel, amit ennek az istentiszteletnek a végén bárki megvásárolhat, beszerezhet. Olyan jó, hogy a zenén keresztül, azon a szolgálaton keresztül, amit végeztek, tovább tudták adni Krisztus szeretetét, és ezzel is embereket Krisztushoz tudtak hívni. Szeretném, hogyha ezen a délutánon megnéznénk azt, hogy hogyan is viszonyuljunk a városban élő emberekhez. Bizonyára tudjátok azt, hogy szinte egész életem arról szól, hogy hogyan lehet Jézus Krisztust megszerettetni az emberekkel, és hogyan lehet embereket Krisztushoz mindig közelebb vezetni. Természetes az, hogy nagyon foglalkoztat az, hogy azok az emberek, akik nagy városokban élnek, akik szinte elérhetetlenek az evangélium szempontjából, hogyan ismerhetik meg az Úr Jézus Krisztust. Tehát nektek
itt Kolozsváron egy csodálatos lehetőségetek van, hiszen az történik, hogy nem nektek kell elmenni az emberekhez, hanem az emberek költöznek Kolozsvára. Tehát ennél szebb és ennél nagyszerűbb lehetőség nincs is. Csak az a kérdés, hogy mi mindig abban gondolkodunk-e, hogy ezeknek az embereknek feltétlenül ide, ebbe az épületbe kell bejönni ahhoz, hogy megismerjék Jézus Krisztust, vagy az épületben lévőknek kellene kimenni a városba, hogy megismertessék Jézus Krisztust az emberekkel. Az ige, amit választottam, az Apostolok Cselekedetei 17. fejezet 16. verséből van, ez pedig a következőképpen hangzik. Aténban pedig, mikor azokat várá Pál lelke háborgott, vagy háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Most a felületes olvasó azt mondja erre, hogy hát ez a Pál apostol, ez egy igazi atyafi volt. Amikor látta, hogy ezek mennyire bálványimádók, felháborodott, mérges lett, és ezt a mérgét megpróbálta aztán belevinni az evangelizációba. Hát nem erről van szó, testvéreim. Itt egy sokkal, de sokkal szebb dologról van szó ebben a helyzetben. Pál apostol megtanulta, hogy különböző körülmények között különböző módon kell elmondani az örökkévaló evangéliumot. Nem az evangélium változik, hanem az a mód, ahogyan közvetítjük. Manhattanben kiment egy koldus koldulni, és nyilván ez egy, hát egyfajta kísérlet volt, egy reklámcég kísérlete. Beöltöztették ezt az embert koldusnak, és azt mondták, hogy tartson egy táblát maga elé, vak vagyok, és nézze meg, hogy mennyi pénzt tud összegyűjteni. Azon a napon, amikor a vak vagyok táblát tartotta maga előtt, 44 dollárt és 15 centet koldult össze. Visszament az irodára, megbeszélték, hogy nem volt ez egy rossz nap, de mi lenne, hogyha változtatnának az üzeneten? Következő nap kiküldték ugyanezt az embert, ugyanúgy öltözve egy másik táblával, amire az volt írva, tavasz van, süt a nap, sajnos én nem láthatom, mert vak vagyok. 161 dollár és 65 centet koldult aznap. Miért? Ugyanaz volt az üzenet, csak másképpen fogalmazta meg, hogy az emberek érzékére, az emberek szívére hasson, és megindítsa őket, és az emberek így jótékonykodjanak. Amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy Pál apostol lelke háborgott a bálványimádás láttán, akkor itt igazán arról is szó van, hogy Pál szembesül egy másik fajta gondolkodással. Nem tudom, figyeltétek-e azt, hogy itt Romániában már nem olyan vallásosak az emberek, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Van egy új, felnövekvő generáció, aki nem feltétlenül Isten tartja a legfontosabbnak az életében. Abban az időben, Pál apostol idejében, Atén egyfajta filozófiai, vallási, művészeti és építkezési központ volt. Bizonyára ti is tudjátok, hogy Pál apostol elindul Filippiből, és jön lefele Atén irányába. Silást és Timóteust várja, akik valahol elmaradtak ott Tesszalonika környékén. Pál igyekezett minél hamarabb a fővárosba érni, és amit ott látott, nem felháborította, hanem megindította a szívét. Na most, kedves kolozsvári testvéreim, azt szeretném, hogyha egy kicsit elképzelnétek magatokat péntek délután naplemente előtt 20 perccel Kolozsváron a csúcsforgalomban. Lerobban előttetek egy autó. Tudjátok, hogy nem fogtok naplementére hazaérni. Mi az első gondolatotok? Megfogalmazzátok az adventista káromkodásokat szívetekben arra az emberre, aki ilyen szerencsétlenül járt. Sajnáljátok önmagatokat, hogy nem tudjátok a Szent Szombatot úgy olyan körülmények között kezdeni, hogy szerettétek volna, vagy megindítja Isten a szíveteket, és azt mondjátok, ennek az embernek szüksége van segítségre. Megnyomtok egy gombot a műszerfalon, elkezdenek villogni a helyzetjelzők,
kiszálltok az autóból, és odamentek, és azt kérdezitek, segíthetek? Tehát Pál apostolnál nem arról van szó, hogy ő elkezd idegeskedni amiatt, hogy ezek bálványimádó emberek, mert halkan megjegyzem, mindenki, aki nem az egyetlen igaz Istent imádja, az mind bálványimádó. Pál apostol nagyon jól tudja, hogy ez az ő misszió területe. Az eredetiben az van, hogy felgerjedt az ő szíve, ez nem felháborodás, hanem egy belső békétlenség, amit az emberek elveszett állapota okoz Pál apostolnál. Hadd mondjak erre három bibliai példát, hogy mit jelent ez a belső felgerjedés, csak azért, hogy még véletlenül se gondoljunk semmiféle ilyen szent káromkodásra, vagy rossz gondolkodásra Pál apostol esetében. Az első példa az Királyok könyve első, tehát az első könyv harmadik fejezetéből van, amikor Salamonnak egy bölcs döntésével szembesülünk a Szentírásban. Éjszaka két asszony alszik egy szobában, mind a ketten frissen szültek. Az egyik a fáradtságtól ráfordul a gyermekére, és álmában megfullasztja, megöli a saját gyermekét. Felébred, látja, hogy a másik asszony is alszik, és kicseréli a két gyermeket. Amikor reggel felébrednek, akkor elkezdenek vitatkozni, hogy kié a gyermek. Na most, drága édesanyák, be kell mutatni nektek a saját gyermeketeket, vagy megismeritek? Én azt hiszem, hogy egy édesanya szívét nem lehet megtéveszteni. Az ügy egészen Salamon királyig jut. Salamon király azt mondja, hölgyeim és uraim, egyszerű a megoldás. Hozzátok ide az élő gyermeket, egy katona jöjjön ide egy karddal, és hasítsa ketté, adják az egyik felét az egyik anyának, a másik felét a másik anyának. És a Biblia azt írja, hogy ennek az asszonynak megindult a szíve a saját gyermekén, és azt mondta, adjátok oda a másik asszonynak, csak éljen a gyermek. Pál apostol Aténban ezzel az indulattal nézett az aténiakra, hogy nekik élni kell. És természetesen Salamon egyből látta, hogy ki az igazi édesanyja, és az igazi édesanyja megkapta a gyermeket. A másik történet az Énekek éneke könyvből származik. Azt mondják, hogy amikor Salamon fiatal volt, megírta az Énekek éneke könyvét, amikor középkorú volt a Példabeszédek könyvét, és amikor már öreg volt, akkor a Prédikátor könyvét. Egyet tudunk, hogy Salamon kendőzetlenül meg tudja fogalmazni, hogy mit érez az ember akkor, amikor szerelmes. Amikor az életét tudja áldozni azért, aki szeret. És azt mondja az 5. fejezet 4. verse szerint, hogy az én szerelmesem kezét benyújtá az ajtó hasadékán, és az én belső részeim megindulának ő rajta. Ez a fajta vágyakozás, amit lelkiekbe át tudunk vinni, és azt mondjuk, hogy kik azok, akikkel szeretnétek ott lenni az Isten országába, ha a kolozsvári emberek ebbe a kategóriába tartoznak, akkor minden egyes embert ebben a városban úgy kellene nézni, hogy bárcsak ő lenne a szomszédom, ha az Isten országába jutok. És van a harmadik történet, ez Lukács evangélium a 15. fejezetéből, a tékozló fiú, vagy igazán a tékozló atya, történetéből származik, amikor a fiú úgy dönt, hogy elmegy az apjához. És azt írja a Szentírás, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő apja, és megesett rajta az ő szíve, odafutott, nyakába borult, és megcsókolgatta őt. Itt nem csak arról van szó, kedveseim, hogy az apa annyira megörült, hogy jön a kisebbik fia, hogy egyszerűen csak oda szaladt. Ez a futás életmentő, mert hogyha a falusiak észreveszik, hogy jön az a gyerek, aki megbecstelenítette az apját azzal, ahogyan bánt vele, megölhették volna a tiszteletlensége miatt. Az apa azért szalad, hogy ne más vegye észre ezt a fiút, és abban a pillanatban, amikor megöleli, ezzel megmentette az életét. Mi lenne, ha a kolozsváriak felé így viszonyulnánk?
hogy amikor meglátjuk, hogy itt elhaladnak a járdán, nem behívjuk őket, hanem oda futunk hozzájuk. Azt gondolom, hogy kezdjük érezni azt, hogy itt a viszonyulás az emberekhez, az az alaphelyzet, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán eredményesen tudjunk szolgálni ott abban a környezetben, ahol vagyunk. Pál szíve megindult ezeknek a környezeteknek, vagy körülményeknek láttán. Látott egy várost, ahol a teremtőben való hit szinte teljesen hiányzott. A szobrok tele vannak istenségekkel, illetve az utcák tele vannak istenségekkel, szobrokkal, és mindenki a saját istenét imádta. Egyébként ez nagyon hasonlít a mi világunkra. Pausianus szerint Athénban több bálványisten volt, mint egész Görögországban együttvéve. Ezt kellene végig gondolni, hogy a 21. században több bálványisten van, mint amit valaha az ortodox egyház ki tudott találni. Nem az a probléma elsősorban, hogy vannak ikonok, amelyek különböző szenteket ábrázolnak, hanem a legnagyobb probléma az, hogy mi gyártjuk a különböző bálványokat a saját szívünkben. Bármerre fordul, bármerre néz, mindenhol szobrokat és isteneket lát. Természetesen idézőjelbe. Pálnak az volt a stratégiája, hogy elmegy a zsidókhoz, a zsinagógában hirdeti Krisztust, illetve megpróbál a piac téren bizonyságot tenni. Meggyőződött arról, hogy Krisztus feltámadt, beszélt hozzá. Ezért hűséges ahhoz a megbízáshoz, amit Jézus ad, és azt mondja, hogy elküldelek téged a te népedhez, meg a pogányokhoz. És ezt a kettőt Pál apostol nagyon szépen megtartja. Az a kérdés, hogy itt Kolozsváron ki számunkra mi népünk, és kik a pogányok. Ha minden istentisztelet csak azt a célt szolgálja, hogy mindig megerősítsük egymást abban, amit már korábban hittünk, megmondom nektek őszintén, elég unalmas istentiszteleteink vannak akkor. Ha nem tudjuk felfedezni az evangélium újdonságát, amivel ebben a covidos helyzetben mi Istenre tudjuk terelni a figyelmet, nem osztódunk meg azzal, hogy most védőoltás párti vagy védőoltás ellenes vagy, hanem mi Krisztusra tereljük a figyelmet, és azt mondjuk, hogy mi menteni akarunk életeket, nem pedig kioltani, akkor ezt a meggyőződést látni, érezni fogják bennünk, hogy mi Istennel járunk. David Hume, egy angol filozófus volt, aki mindig Isten ellen beszélt. Egy alkalommal ment London utcáin, és azt látta, hogy a szembe oldalon egy barátja szalad, nagyon siet valahova. Átkiáltott az utcán, és azt kérdezte, hogy hova szaladsz, barátom? A Whitfield, a prédikátor itt van a városban, és ma este prédikálni fog. És erre David Hume azt mondja, hát csak nem hiszel abban, amit ez az ember mond. És a barát visszakiáltott, hogy még nem, barátom, még nem. De ő hiszi, amit mond. Hányszor tettünk úgy bizonyságot, hogy éppen Krisztus hiányzott belőle? Voltak beszélgetéseim, amikor azt tapasztaltam, hogy mi mindig az igazságot akarjuk lenyomni az emberek torkán. Mi mindig azt akarjuk bemutatni, hogy nekünk van igazunk, és a végén győztesen kerüljünk ki minden beszélgetésből. Megnyerjük a csatát, de elveszítjük az üdvösség háborúját, mert az illető lehet, hogy azt mondja, hogy okosak vagyunk, csak éppen Krisztus nem tartózkodik mi nálunk. Athénban 4 híres iskola volt. Plátó akadémiája, Arisztotelész liceuma, ahol sétálva tanultak, tudjátok, friss levegő, járuljon hozzá ahhoz, megjegyezzék a tanultakat, Zénó udvara és Epikúrosz kertje. Pál idejére már csak 2 maradt ezekből, és itt az epikureusok és a sztoikusok voltak, akik úgy vitték a prímet. Az epikureusok azt mondták, hogy az istenek teljesen érdektelenek az ember élete iránt. Gondoljatok csak erre a mostani helyzetre. Hányan teszik fel azt a kérdést, hogy Isten nem törődik ezzel a Covid helyzettel? Engedi, hogy emberek meghaljanak? Isten nem törődik azokkal, akik mondjuk szomjan halnak, vagy éhen halnak ezen a földön? Nekik nem adja meg a mindennapi kenyeret?
Ez az Isten, akit mi szeretnénk bemutatni, hogy van jelen a mindennapi életünkben? Mi van akkor, hogyha nekünk kell megállni egy koporsó előtt? És nekünk kell elismerni azt, hogy sok esetben az Isten bölcsessége jobb, mint a mi vágyunk. Az ember fő dolga, mondják az epikureusok, az, hogy minél több élvezetben legyen része. Élvezd ki az életet most, egyszer élünk, ami belefér. Az élvezet tehát a legjobb jó. És volt egy Isten ellenes szemléletük, amire ők azt mondták, hogy az egyén az mindig fontosabb a vallásnál és az Istennél. Aztán itt vannak a sztoikusok. A sztoikusok azt mondták, hogy ott van a sors. Előre meg van írva. Nem tehetünk semmit. Végül is ez a mi sorsunk, ezt kell követni. Mindenhol ott van az Isten. Fűben, fában, tücsökben, bogárban, mindenhol Isten van, ezért vigyázni kell a környezetünkre. Panteisták voltak. Fontosnak tartották, hogy igazuk legyen egy vitában. Hasonlítanak egy kicsit az adventistákhoz. Céljuk az volt, hogy a természet törvényei és az élet dolgai azok meg legyenek jól vitatva, és legalább minden alkalommal ők kerüljenek ki győztesként. A természet egyetemes rendje fontosabb volt nekik mindennél. Na most, ebben a helyzetben az a kérdés, mit tesz Pál apostol? Mi lenne, hogyha Pál apostol Kolozsvárra látogatna? Előre sajnálom egyébként az apostolt, hogyha ne talán az európai gyülekezeteinkbe jönne, biztos, hogy azt mondaná, hogy kezdjük előről az egészet, és állítsuk fel úgy az adventista szemléletet, hogy az vonzó, az szép, az gyönyörű legyen, hogy az emberek megragadják a zakonkat vagy a ruhánkat, és azt mondják, hogy mi menni akarunk veletek, mert látjuk, hogy veletek van az Isten. Pál a Marshegyen bemutatta, hogy hogyan lehet a keresztény pozitív egy negatív világban. Hogy mi a való világ, ezt nem a reklámok, nem a politikusok mondják el, hanem ezt mi éljük meg naponta. Mi történik a városainkban? Ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan építjük a kapcsolatainkat. Nézzétek meg a közösségi médiát, amit használtok. Hány barátotok van összesen? Nem sokára jön a karácsony. Adnék egy házi feladatot. Próbáljátok ki, én minden évben kipróbálom. Vannak emberek, akik nem tartoznak a barátaim közül ehhez a lelki közösséghez. De az életemhez nagyon hozzájárulnak, és szeretném nekik ezt megköszönni. Ezért karácsony előtt egy olyan 10 nappal írok nekik egy levelet. És ebben a levélben megírom, hogy mit tettek ők, értem. Abban az évben megköszönöm Istennek, és megköszönöm nekik, hogy ők léteznek. Aztán pedig leírom, hogy az adventnek mi az üzenete. Ti tudjátok, hogy a nem adventista barátaink azt hiszik, hogy a karácsony környéke a legnagyobb ünnep az adventistáknak, mert az adventről van szó. Mi meg épp akkor akarunk hallgatni? Hát ne hallgassunk, mondjuk el. Azt kérném tőletek, küldjétek el ezt a levelet mondjuk 10-15-20 barátotoknak. Figyeljétek meg a reakciót. Van olyan főorvos barátom, aki azt mondja az ő barátainak, hogy az ő évének a fénypontja az, amikor karácsony előtt tőlem levelet kap. Mert úgy érzi, hogy érdemes volt élnie abban az évben. Pedig főorvosként rengeteg embernek az életét megmenti. Kezditek érteni azt, hogy itt arról van szó, hogy nekünk hidakat kell építeni, nem falakat az emberek közé. Mi nagyon profi falépítők vagyunk. Nézzétek meg, történelmi hagyománya van a falépítésnek. Ott van a berlini fal, ott van Izraelben a Palesztina és Izrael közötti fal. Nem is mondom nektek, 19-szer jártam Izraelben, és voltam ennél a falnál számtalanszor, még akkor is, amikor épült. Yasser Arafat abban az időben
Palesztina felszabadításáért mozgalom élére állt, és azt mondta, hogy fel kell szabadítani Palesztinát. Tudjátok, ki adta a betont annak a falnak az építéséhez, ami Palesztina és Izrael között van? Yasser Arafat adta. És róla elhíresült az a mondat, hogy ez az ember soha nem hagyta ki azt a lehetőséget, hogy kihagyja a lehetőséget. Mindig elbliccelte, direkt. Ott a helyzet Ciprusban, észak és dél között, vagy a török és a görög Ciprus között, Dél- és Észak-Korea között, Buda és Pest között, hogyha a magyar vonatkozást nézzük, a főváros és vidék, de mondhatnánk Kolozsvár és a falvakat. Mi tudunk falakat építeni. Az a kérdés, hogy ez-e a feladatunk. Nézzétek meg Pálnak a hozzáállását. Pál addig keres, amíg talál valamit, amit megdicsérhet. Azt szoktam mondani, hogy Pál apostol nem iratkozott be egy karate tanfolyamra, hogy aztán az erkélyekről lerugdossa azokat a szobrokat, amelyek bálványisteneket jelképeztek. Ő nem rombolni akart, hanem építeni. Tudjátok, hogy az ellenkezés és a szentségtelen vita vagy veszekedés senkit nem győz meg arról, hogy Krisztust kellene követnie. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy ó Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől, amellyel némelyek kevékedvén a hit mellől eltévejedtek. Kegyelem veled! Ha nem Istenről teszünk tanúságot, hogyha nem Isten az, aki igazán megnyilvánul ezekben a helyzetekben, akkor gyakorlatilag mi nem az Isten ügyét szolgáljuk, hanem valaki másét. És nézzük meg az apostolok cselekedetei 17. fejezet 19. versétől. Pál először prédikál a piac téren. A zsidók hallgatják, figyelik őt, de jönnek a görögök és azt mondják, hogy álljunk meg egy pillanatra, ez egy új filozófia. Tudjátok azt, hogy Szokrátész az Areopáguszon halt meg. Tudjátok miért? Mert olyan istenekről beszélt, akikről a görögök nem tudtak. Felvitték az Areopáguszra, és azt mondták, hogy mondd el az elméletedet. Szokrátész elmondta, és erre kicsavarták a nyakát. Meghalt. Amikor Pál apostolt megfogják és felviszik az Areopáguszra, ez egy lapos szikla, még mielőtt felérnél a Marshegynek a tetejére, ez úgy néz ki, mint hogyha úgy kibudjant volna a földből. Odállítják az apostolt, és azt mondják neki, hogy most prédikálj az életedért. Jaj, én úgy szeretném, hogyha eljönnének ezek az idők, hogy ahol élünk, ott az életünkért prédikálhatnánk. De nem úgy van, hogy mondunk valamit, mellé lövünk, azt mondjuk, ó testvérek, ne vegyétek fel az oltást, mert a fenevad bélyege. Álljunk meg egy pillanatra. Ki hatalmazott fel bennünket butaságok beszélésére? Ha felállítanának bennünket az Areopágus tetejére, és meg kellene védenünk a Biblia alapján ezeket a nézeteket, kicsavarnák a nyakunkat. Nincs meg az az engedélyünk, hogy butaságokat beszéljünk Isten nevében. Nekünk csak arra van engedélyünk, hogy az evangéliumot hirdessük. Megragadván őt az Areopágusra vitték, ezt mondván. Vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig minnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Előállván pedig Pál az Areopágusnak közepette, mondta. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak titeket. Megdicséri a bálványimádókat? Na most, ha Pál felháborodott volna az elején, akkor most nem tudná megdicsérni a bálványimádókat. De mivel ott megindult a szíve ezek felé, az emberek felé, ezért meg tudja dicsérni őket, és azt mondja, hogy ti igazán istenfélő emberek vagytok. Nézzétek meg ezt a bátor igehirdetést. Szóval miért, amikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárra, vagy
rátaláltam egy oltára is, amelyre ez volt írva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Nem azt mondjuk, hogy itt Pál milyen leleményes volt, és mekkora mázlia volt, hogy észrevette ezt az oltárt. Nem. Pál készült. Nem készületlenül állt oda az emberek elé, hanem nagyon jól tudta, hogy ezt valamikor ő érvként fogja használni. Azt nem tudta, hogy Atén legnagyobb szószékét kapja meg. De azt tudja, hogy az életéért prédikál. Két tanulság van ebben. Az első tanulság, hogy Isten megáld olyat is, amivel nem teljesen ért egyet. Téves azt gondolni, hogy ha áldást tapasztalunk, az Isten jóváhagyása. Ez nem igaz. Hadd mondjak erre egy példát. Ha valaki drogokkal kereskedik, azzal Isten nem tud egyetérteni. De ha a drogkereskedő megnősül, a felesége teherbe esik, és egészséges gyermeke születik, az azért történhet meg, mert Isten áldása van rajtuk. Tehát Isten meg tudja áldani a drogkereskedőnek a családját? Meg tudja áldani. Mert alapvetően Istennek ez a tulajdonsága, hogy ő megáld jót és gonoszt egyaránt. Felhozza az ő napját jóra és gonoszra egyaránt. A másik tanulság az, hogy egy régi igazság, gondolkodás vagy újragondolás nélküli ismétlése nem feltétlenül az Istenhez való hűség jele. A 130 évvel ezelőtt beazonosítottuk a fenevadot a Jelenések könyvéből egy bizonyos közösség szempontjából, és ezt újból és újból ismételjük, és egyre kevésbé tudjuk védeni. Ez nem azt jelenti, hogy igazunk van, csak azt jelenti, hogy lusták voltunk Bibliát tanulmányozni. Nem a 130 évvel ezelőtti magyarázatra kíváncsiak az emberek, hanem a 21. századira. Mert hogy annak a vallás közösségnek van köze ugyan proféciák teljesedéséhez, de a 21. században sokkal, de sokkal másabb a kép. Mit mondanánk az embereknek? Mit mondanánk például a New Age képviselőinek? Csodálom a lelkesedésedet. Azt mondanánk, hogy a lelkiek iránt való érdeklődésed fantasztikus. Mit mondanánk egy filozófusnak? Tetszik az igazság után való kutatási vágy benned. Mit mondanánk egy perfekcionistának? Tetszik, hogy a szentség iránt törekszel. Mit mondanánk egy muzulmánnak? Nagyon tetszik, és csodálom az engedelmességedet Isten iránt. Mit mondanánk egy Jehova tanúinak? Tetszik a misszió lelkületed. Azért van mit tanulni ilyen téren tőlük. Mit mond Pál az aténieknek? Azt mondja, szeretnétek imádni egy olyan Istent, akit nem ismertek. Ez azért dicséretlen méltó. És azt mondja, hogy nem akarjátok, hogy ez az Isten úgy érezze, hogy kihagytátok őt a sorból. Na ezt szeretném megdicsérni bennetek. Mit mondunk a városi embernek? Amikor fiatalokkal kimentünk London közepébe, kivittünk egy fotelágyat. Feltartottak a fiatalok egy táblát, azzal a kérdéssel, hogy fáradt vagy? Képzeljétek el, hogy az emberek sorban álltak. Egyszer 60 embert számoltam meg, hogy sorban álltak azért, hogy leüljenek erre a fotelágyra London közepében, mert fáradtak voltak. Van egy üzenetünk. Ez az üzenet a szombat üzenete. Az ember halálra dolgozza magát, mi pedig jövünk egy üzenettel, és azt mondjuk, hogy pihenhetsz. Foglalj helyet. Beszélgessünk. Fáradt vagy? Fáradt vagyok. Miért vagy fáradt? Mert dolgozom reggeltől estig. De nem muszáj. Rohanok, mint egy gép, de hát nem vagy gép, tudom, hogy nem vagyok gép. De mi lenne, ha hetente egyszer megállnál, 24 órát pihennél? Az lenne a mennyország. Ezt mondták.
Hát akkor csináld meg. Ja, hát nem tehetem. Tényleg? Látod azokat a magas épületeket? Igen. Ezek banképületek. Kinek a tulajdonában vannak? Hát a zsidók tulajdonában. Hát ők megcsinálják. És mégis megélnek. Ja, hát a kultúrájuk ilyen. Nem. Én is olyan emberek közé tartozom, vagyunk kb. 25 millióan ezen a földön, akik minden szombatot félre tudunk tenni, és pihenünk. Az egyik férfi azt mondta, hány kiló szombatra van szükségem, hogy én is pihenjek. Mondtuk, nem kiló, ez csak idő. Add oda az idődet Istennek. El tudjuk mondani a mostani világban az üzenetünket úgy, hogy erre azt mondják, hogy ennek van értelme, ezt így kell csinálni. Tudjátok, beszélni az emberek nyelvét több, mint csak szavakat használni. A Szentlélek kiáradására mi körünkben azért van szükség, hogy amikor magyarul beszélünk, mi egymást értsük, mert tudunk értetlenkedni. Pál nagyon jól figyel és hallgat. Tudjátok, a legborzasztóbb dolog az, amikor azok, akiknek kérdéseik vannak, találkoznak azokkal, akik úgy hiszik, hogy mindenre tudják a választ. Most a két csoportból szerintetek melyik az adventista? Hát mi tudjuk mindenre a választ. És mi olyanra is megadjuk a választ, amit az emberek soha nem kérdeztek. Pál úgy beszél Athénban, mintha egy lenne közülük. Nézzétek meg, hogy ő, mintha megdicsérné őket, és azt mondaná, hogy ti nagyszerű gondolkodók vagytok, hiszen kiderítettétek, hogy Isten nagyobb egy épületnél. Hát ez egyszerűen elképesztő, hogy nekem teológiai tanulmányokat kellett folytatni, hogy ezt kiderítsem, ti meg így kapásból rájöttetek. És nézzétek meg, Pál prédikációját így lehet összefoglalni. Első pont, Isten teremtett mindent. Ezt a görögök sem cáfolták. Isten független, mert ő Isten. Ő mennek és földnek az ura. Erre is azt mondják, a görögök, jól beszél az atyafi. A következő pontnál azt mondja, hogy Isten az életadó. Körülnéznek a görögök, és azt mondják, hogy persze, hát nincs élet mi bennünk, hát valahonnan származik az élet, ők beazonosítják ezt egy istenséggel, de alapvetően nem akarják levágni Pálnak a fejét. És azt mondja Pál, hogy Isten terveket készít, van egy mennyei stratégia. És azt mondja, hogy ez az Isten meghatározza az emberek rendelt mozgását itt ezen a földön, a lakásuk határait, és azt szeretné, hogy keressék az Istent, hát ha kitapogathatnák. És erre a görögök elkezdenek gondolkozni, hogy jó, jó, beszéljél, de hogy találjuk meg ezt az Istent? Hát mi is azért keressük. És Pál azt mondja, hogy ez az Isten nincs messze. Egy imatávolságra van. Ez az Isten több, mint egy filozófiai gondolat. Itt nem csak azért vagyunk, hogy viszket a fületek, és valami újat akartatok hallani, hanem itt, kérlek szépen, az Isten megnyilvánul. A menny és a föld összeér. De ez az Isten, akiről én beszélek, kegyelmes. Ha eddig nem követtétek, ő megbocsát. Elnézi a tudatlanság idejét. És most arra hív benneteket. Gyertek hozzá! Ez az Isten megítéli a világot azáltal, akit feltámasztott a halálból. Nem említi Jézus nevét. Figyeljétek meg, nem említi a szombat igazságát. Nem idézte egyszer sem a Bibliát, mert a héber írások nem jelentettek volna semmit a görögöknek. A hallgatók nyelvét beszéli, és ez több, mint csak magyarázni. A bűn szót sem említi Pál apostol, egyszer sem. Azt mondja, hogy Isten elnézi a tudatlanságot, és most hívja az embereket, hogy jöjjenek megtérésre. Idéz két filozófust, írót, Epimenédest, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez nem egy bibliai idézet, ez egy görög filozófustól származik. Aratusztól pedig, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Pál elment a könyvtárba. Kiolvasta ezeket a műveket, és innen idéz.
Na most az a kérdés, hogyha Pál apostol Kolozsváron lenne, akkor hogy idézné a mi nemzetünk tagjai számára az igét? Hol találod meg Istent? Lehet, hogy Gárdonyi Gézát idézné, aki azt mondja, csak két arasznyi út, s megtalálod Istent. Két arasznyira a homlokottól. Lefelé, balra. Nem idézzük a Bibliát, de egyből érti a magyar, hogy miről van szó. Vagy József Attilát idézheti, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Értitek? Nem idézzük a Bibliát, de érthetően mondjuk el az üzenetet. Isten közel van mi hozzánk is. Pál úgy beszél a második eljövetelről, az ítéletről, a feltámadásról, hogy nem teológiai kifejezéseket használ, hanem teljesen érthetően beszél. És végül, testvéreim, biztos vagyok benne, hogy már azon gondolkoztok, hogy jó, atyafi. Elmondott, hogy így prédikált Pál apostol, de mi lett az eredmény? Mert azért mi mindig számokban gondolkozunk. Nekünk az fontos, hányan keresztelkedtek meg. 17.32 apostolok cselekedetei. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondának, majd még meghallgatunk téged e felől. Az első eredmény az, hogy Pált nem ölték meg. Láttak a prédikációjában valamit. Ellen White azt írja az Apostolok története című könyv 237. oldalán, legbölcsebb hallgatói is csodálkoztak, amikor érveléseit hallgatták. És nézzük az eredményt. 34. vers. Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá, hívének ezek között az Areopágita Dienes és egy Damaris nevű asszony és mások ővelük. Ez az aténi gyülekezet alapításának a története. Csakhogy Dienesz a legfelsőbb bíróság elnöke volt Aténban. Képzeljétek el, Kolozsváron tartanatok egy evangelizációt, és a végén azt mondjátok, nem volt nagy eredmény, csak a kolozsvári polgármestert kereszteltük meg. Nem lenne ez eredmény? És ott van Damaris, aki a leghíresebb üzletasszonya volt Aténnak. És ezen kívül még mások is. Tehát körülbelül olyan 8 emberről beszélhetünk itt, akik csatlakoztak a keresztényekhez Aténban, és így alakul ki az aténi gyülekezet. Sikeres volt. Ha Romániában Románia elnöke és a pénzügyminiszter megkeresztelkedne egy evangelizáció után, sikeresnek minősítenénk azt a sorozatot, vagy nem? Ez itt a kérdés. És nyilván itt a befolyás, nem pedig a számadat számít. És végül, vajon jól értjük-e azt, amit Pál apostol ír a korintusiaknak? Én is, mondja az első levél második fejezetében, mikor hozzátok mentem, atyánfiai, nem mentem nagy ékeszólással vagy bölcsességgel, hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről. És erre a felületes bibliaolvasó azt mondja, hogy na látjátok, testvérek, Pál filozófált, Aténben nem lett semmi, lejött Korintusba, ott meghirdette Jézust, a megfeszítettet, és lett egy gyülekezet. Ez egy nagyon gyenge biblia magyarázat lenne. Mi lenne, hogyha azt mondanánk? Pál apostol a megfeszített Krisztust hirdette Aténban az aténiak nyelvén, és a megfeszített Krisztust hirdette Korintusban a dokmunkások nyelvén. És mind a két esetben közösségek alapultak, és emberek tértek Krisztushoz. Na hát nekünk ez lenne a feladatunk. Az a kérdésem végül, hogy fal vagy hídépítő vagy. Moldován Vilmostól hallottam ezt a történetet, hogy egyszer két testvér összeveszett, akik telek szomszédok voltak, és az egyik testvér azt mondta, hogy kész, vége. Innentől kezdve egy nagy kerítést akarok építeni a két telek között, nem is akarlak látni. Meghívott egy asztalost, és azt mondta, hogy itt van az anyag,
építse fel 2,5 méter magasan a kerítést, nem is akarom látni, és egy patakot vezetett a két telek közé. A megrendelő elment a városba, az asztalos neki fogott dolgozni. Estére jelentette, hogy kész van. Jön a megrendelős, majdnem szívinfarktust kap, mert ahelyett, hogy látná ezt a magas kerítést, azt látja, hogy egy hidat épített az asztalos a patak felé. Szóval mit csináltál? Hát én nem ezt kértem. Erre jön a testvér a másik telekről. Kitárja a kezét, és azt mondja, hogy hát reggel veszekedtünk. És te ide hívtad ezt az embert, hogy hidat építsen a patak felé. Hát ilyen testvérem van nekem. És összeölelkeztek a hídon, és azt mondták, hogy kész, szent a béke. Mert kerítés helyett hidat épített ez az ember. Az a kérdés, hogy te falépítő vagy, vagy hídépítő vagy. A kolozsváriaknak szükségük van Jézus Krisztusra. De nem múlt századi módon mondjátok el nekik, hanem maian. És meglátjátok. Én nem azt ígérem, hogy ez a terem megtelik, hanem hitem szerint azt tudom mondani, hogy a bárány mennyegzőjén lesz egy nagy terem, és az teljesen tele lesz. És én azt remélem, hogy nagyon sok kolozsvárival. Áldjon meg benneteket a Jóisten. Amen. Kedves gyülekezet, hadd jelentsem ki azt, hogy ez a CD, ez elérhető itt az istentisztelet végén, 15 lejbe kerül, és egyúttal szeretnénk megköszönni Nagy Rolandnak a közreműködését ennek a CD-nek az elkészítésében, és szeretnénk, hogyha ti is ezt a CD-t hallgatnátok, továbbadnátok, hiszen ezeknek a zenéknek a hangján Istent lehet közvetíteni embertársainknak. És hát a szívünk is felüdül ettől. Jó Isten áldjon meg benneteket. Meg szeretném köszönni Kovács Bíró János lelkipásztornak, hogy ebben szombaton velünk volt, hogy Isten igéjét szólta nekünk. És
Ha visszaemlékszünk a délelőtti prédikációdra, említetted, hogy a barátodom kónatkozik, csak beugrott a repülőbe és eljött. London-Kolozsvár között létezik vízér, nagyon olcsó. Amikor unatkozol, szívesen várunk máskor is, gyere el körünkbe. Áldásos Isten tiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk a 284-es számú éneket. Zengjünk lelkesen. Míg az énekdallamát játszódja az orgona, megkérem a diakonusokat az adományok összegyűjtésére. Jó Istenünk, köszönjük Te neked, hogy Te szereted az embereket. Köszönjük, hogy a Te szíved mindig megindul a mi gyarlóságainkon, és még azon a bálványimádáson is, amit mi a szívünkben táplálunk. Köszönjük, hogy Te ilyen megindító szívet, vagy meginduló szívet adtál nekünk is. Adorunk, hogy mielőtt felháborodnánk, már az előtt ez a megindulás töltse be a szívünket, gondolatainkat, és embertársainkat ebben a városban úgy lássuk, mint akiket üdvösségre jelöltél. Segíts Istenünk, hogy látható, élő képviselőid legyünk minden helyzetben, és akkor, amikor lehetőségünk van, akkor újra tudjuk fogalmazni az evangélium lényegét emberi, érthető szavakkal, hogy mai gondolatokat tudjunk átadni embertársainknak, és ezzel megtapasztalják azt, hogy a mi Istenünk egy élő Isten, aki beavatkozik az ember életébe.
Urunk, mi olyan Istennek ismerünk, aki tudja, hogy mit csinál. Tudjuk, hogy neked gondod van ránk. Kérünk, tedd lehetővé azt, hogy a kolozsvári gyülekezet úgy fejlődjön, hogy ne csak ennek az épületnek a falain belül képzelje el a fejlődést, hanem hogy azok az emberek, akik ide költöznek, azok az emberek, akik itt laknak ebben a városban, valamilyen módon a gyakorlatban megtapasztalják, hogy van egy élő Isten az égben, aki itt ezen a földön is működik, és megáldja az embert, függetlenül attól, hogy az ember jó vagy gonosz. Urunk, mi rólad szeretnénk bizonyságot tenni. És szeretnénk, hogy minden szavunkban a te jellemed és a te szépséged nyilvánulna meg úgy, hogy ez vonzó legyen embertársaink számára. És ki tudja, lehet, hogy bármelyik magas képviselője ennek a városnak hamarosan ehhez a közösséghez fog tartozni. Rajtuk keresztül pedig még több embert el tudunk érni. Kérünk, hogy tedd lehetővé, hogy már itt a földön lássuk ennek eredményét, de különösen majd ott a te országodban legyenek olyanok, akik majd csak megérintik a vállunkat, és azt mondják, köszönöm, miattad vagyok itt az üdvösség helyén. Tedd meg ezt, Istenünk. Imádkozunk a betegekért, azokért, akik szenvednek, akik nehéz helyzetben vannak. A te gyógyító kezedet nyújtsd ki feléjük. Imádkozom Trenka Misi barátomért, aki kórházban van. Kérünk, hogy adj neki enyhülést, jobbulást, és építsd fel őt ebből a betegségből. Azokat a betegeket is szeretnénk eléd hozni, akiket név szerint nem tudunk megemlíteni, de te legyél az ő betegágyuknál. Biztosítsad őket arról, hogy az üdvösség még mindig sokkal fontosabb, mint a gyógyulás. Add, hogy ami történik, az az üdvösségüket szolgálja. A te akaratodban nyugszunk meg, és kérjük a te áldásodat az új hétre is, a Jézus nevében. Amen.
Végezetül pedig, és hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Amen. A Romániai Hetednapi Adventista Egyház rövidesen reménykeltő előadássorozatot tart a Cselekvő Jézus címmel. Meghívjuk, hogy hallgasson bátorító történeteket és riportokat arról, hogy Krisztus követői hogyan élnek embertársaik javára a járványhelyzetben. Jézus tett. Ön mit tesz? Tartson velünk az idén is, november 19-e és 28-a között minden este 21 órától.